Debrecenben egy olyan jó légkör és egy millió alakult ki, amin már csak be kell kapcsolni és tovább kell lépni. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a Kossuth Gimnázium ugye az egyetem gyakorló iskolája is, és azért nekünk egy komolyan felszerelt szertárunk van. A módszer inkább az érdekességek, a figyelemfelkeltés és a sok-sok kísérlet. Én nekem szerencsém van, mert az én szüleim pedagógusok, tehát én úgy gondolom, hogy ezt a hatodik érzéket a tanításhoz én ezt otthonról hoztam. Lehet, hogy a gyerekek értékelik bennem, hogy ösztönösen érzek rá, tehát nem az a merev tanár típus vagyok, aki leírja a vázlatot és minden órát azerint tart. Rájöttem arra, hogy a tanítás az valami kölcsönös tanulást jelent. Tehát nem csak én tanítok, hanem engem is nevelnek a gyerekek, és a környezetem is nevel engem. És ebben nagyon sokat változtam, és azt hiszem, hogy az eredményeim, meg az elfogadottságom az jelentősen javult a fiatalkori énemhez képest.